alapítottunk egy futóklubot, ahol most 11 csapat fut különféle jótékony célokért. Nagyon jó futás lesz, nagyon jó a csapat, nagyon lelkes mindenki, nagyon fogjuk élvezni. De azért egy komoly erőfeszítés lesz. Voltak kihívásokkal teli szakaszok, de a családom nagyon kedves volt és sokat támogatott. Útközben is itattak, biztattak, szóval ez nagyon sokat jelent. Itt most az a különleges, hogy itt mindenki egy olyan ügyért fut, ami neki valami miatt kiemelten fontos, tehát még ezek az energiák is rárakottak erre, és adtak ennek az egésznek egy még pozitívabb keretet. Csapatban teljesítésnek megvan egy speciális bája, egy speciális része, az, amikor tényleg ez a együtt dolgoztok, én átadom, te átadod, haladunk, váltunk egymást, ez egy csodálatos érzés. Ahhoz, hogy ilyen távolságokat meg tudjon tenni az ember futva, heti szinten hasonló számokat kell, hogy hozzon. Ez olykor soknak tűnhet, mert ez 6-8-10 óra edzés munkát is jelenthet hetente, vagy akár többet, de megéri erőfeszítéseket tenni olyan cél érdekében, ahogy az Ultra Balaton is tettük a Menedzser Szövetsége, hogy különböző alapítványokat segítünk a futásunkkal. Nagyon jó, ez mindig ilyen hidegrázós, tehát amikor az ember ott látja a csapatot, az, hogy már csak néhány száz méter ott a cél, nagyon jó, szuper érzés volt. Most, hogy megint kicsit kinyílt a világ, szerintem még jobban értékeljük ezeket a lehetőségeket.